Mai vendégem Szabó Tibor Benyámin, akivel arról fogok beszélgetni, hogy nemrég megjelent Epic 2 Elmék labirintusában című ifjúsági regénye a Menőkönyvekről, de emellett rengeteg más dologról is. A főszereplők a könyvek lesznek, hiszen amit ha számba vesszük a eddigi karrieredet, akkor mindig könyvekkel foglalkoztál, de a lehető legsokoldalúbban, hiszen voltál irodalmi lapszerkesztő, voltál egy könyvszakmai magazinnak a főszerkesztője, vezettél könyvkiadót, sőt könyvkiadókat, könyvkereskedelmi céget írtál, regényt felnőtteknek, meg kisprózát, és ifjúsági regényt is. Hogyha megnézzük, hogy mondjuk ilyen interjúkban mit írnak a neved alá, akkor mostanában az író mellett megjelenik az is, hogy könyvkiadási szakember. Ez például mit jelent? A Grecsó Krisztián szokta mondani, hogy az író az a valaki, aki úgy semmihez se ért, és mondjuk azért ez igaz a könyvkiadási szakemberre is. Hát ugye a könyvesnek szoktam saját magamat nevezni, de az nem egy olyan hivatalos megnevezés, és akkor a könyvkiadási szakember az ilyen könyves ember, aki a könyvekkel foglalkozik. Ugye én eredetileg könyvtáros vagyok különben, tehát úgy onnan kerültem a Bárka című irodalmi laphoz, úgyhogy már egész fiatalon könyvekkel foglalkoztam. Annak mindenféle oldaláról, mondjuk szerzőként a legkevésbé, az érdekel. Mondod ezt 4 vagy 5 kötet után? Igen, hát tehát amikor valaki professzionális író, úgy szerző, az egy más dolog. Az sokféle szempontból más dolog, de mondjuk egy más életmódot is jelent. Egy más gondolkodást is jelent valójában. Én inkább azért ilyen irodista vagyok alapvetően. Tehát amikor a legtöbbször mások műveivel foglalkozom, nem a sajátokkal. Van egy nagyon izgalmas projekt, amivel most foglalkozol, erről majd a végén fogunk beszélni, mert ez engem nagyon lelkesít, de először a mostani könyved apropóján kicsit arról, hogy miért fordultál az ifjúsági regény felé. Ugye itt valójában arról van szó, hogy nekem magamnak volt egy gyerekkoromban egy nagyon meghatározó olvasmány élményem. Ez egy könyvsorozat volt, az volt a cím, hogy Sirius kapitány. Ó, hát ez nagyon nagy sorozat. László Endrének volt az ifjúsági regénysorozata. László Endre, ő a Magyar Rádiónál volt rendező, amíg élt, addig a Szabó család című ilyen rádiójátéksorozat, ugye az a legismertebb magyar teleregénysorozat volt, na, annak ő volt a rendezője is, meg az írója is részben, és már egészen idős volt, a 70-es évek végén elkezdett rádiójátékként egy ilyen sci-fi ifjúsági történetet megcsinálni, és azok aztán megjelentek ilyen könyvformában is, én azokat olvastam, és az nekem egy ilyen meghatározó élmény volt, és azt a világot, azokat a figurákat, azt az atmoszférát, azt én kerestem egyéb olvasmányokban, és akkor úgy nem nagyon találtam meg, és akkor hát eljutottam, akkor majd én elkezdek mesélni valami olyasmiket, ami visszarepít abba a világba, úgyhogy az Epic az ebben az értelemben mondjuk egy ilyen fanfiction igazából, hogy azt az élményt próbáltam újra átélni, amit kaptam a Sirius-tól. Ugyanez egyébként, ugye az a 25. században játszódik a Hold államban, ami abban a fikcióban létezik, de ott is így néhány gyerek van, ilyen nagyon okosak, van egy okos lány, felnőtt, aki egy ilyen manipulatív karakter, van okos felnőtt, igen, tehát hogy felismerhetőek azért azok a motivumok, csak hát itt más dolgok történnek, de a világnak ezek az alap jellegzetességei, ezek onnan jönnek, és azért jönnek onnan, mert hogy nekem az volt fontos. Igen, hogy az regény univerzuma az nagyon hasonló, de hát igazából sok ifjúsági regényben találjuk ezt meg, hogy okos, tanuló fiatalok, akik felszednek valamilyen fontos tudást, és megváltoztatják a világ menetét, vagy annak a kis univerzumnak a sorsát. Tehát bizonyos értelemben ez az ifjúsági regények jelentős részének ez a mélyén a történeti mag, csak nem mindegy, hogy milyen irányba viszi el a szerző. Így van, és
Itt volt egy dolog, amivel kapcsolatban éreztem a Siriusban, hogy az nem működik, az nem úgy van, nem tudom. Ugye minden egyes ilyen Sirius részben valakivel, valamivel küzdöttek ezek a gyerekek, és az a valaki vagy valami, az a gonoszt jelenítette meg, ők meg voltak a jók. És akkor az már jó ideje, az egy ilyen nagyon erős érzésem volt, hogy így megváltoztak a történeteink, és igazából ami valós, érvényes történeteinkben nem a jó és a gonosz küzd egymással, hanem a szabadság meg a rend. Ez egy alapvetően más típusú konfliktus, mert ugye amikor a jó és a rossz küzd egymással, nem tudom, mondjuk, mint a Harry Potterben, akkor tudjuk, hogy akkor lesz a világunk élhető, hogyha valamelyik legyőzi a másikat. Hát a Voldemortot elpusztítják. A szabadság és a rend küzdelmében abban bármelyik győz, az egy élhetetlen, borzalmas, elnyomó világ lesz, ugye, hogyha ha a szabadság győz a rend felett, akkor egy ilyen legyek ura típusú világ lesz. Hogyha a rend győz a szabadság felett és elpusztítja a szabadságot teljesen, akkor meg egy ilyen 1984 típusú. A szabadság és a rend, amikor az akkor hoz létre egy élő világot, hogyha ezek egyensúlyi pontot találnak, hogyha egyik sem győzi le igazából a másikat, és akkor olyan történetet próbáltam alkotni, ami valahogy így ezt nem tudom, illusztrálja, azért mert ez a gondolat nekem fontos volt. Az első részben ez volt a központi gondolat, aztán egy ponton ezt így el is mondják konkrétan. Miközben egyébként ezek kalandregények, tehát ezek ilyen úgynevezett kincskereső játékok. Aha, erre, hogy kincskereső, arra nem gondoltam, de hát egy nagyon klasszikus kalandregény is, tehát hogyha ez nem egy ifjúsági regény lenne, ugyanezt a történetet meg lehetne írni egy felnőtt kalandregényben is, felnőtt karakterekkel, de hát pont ez benne az izgalmas, hogy ezek kamaszok, nem is kis kamaszok, hanem konkrétan 14-15 évesek. És ráadásul azért nagyon fontos, hogy ők kamaszok, mert hogy a civilizációnkkal, meg a kultúránkkal kapcsolatos egy nagyon erős kritikai vonal van ebben a történetben. Az meg azért a generációban magában is most. Igen, és ez pont azért van benne, mert egyébként a nagyobbik fiam 16 éves, és így látom rajta ezt a dolgot, hogy ennek a generációnak így elege volt abból, amit a szülők csináltak, mármint a mi generációnk. Tehát ez, hogy így mindent elszúrtunk magunk körül, és így az elmúlt 30 évben, ahelyett, hogy egy jobb, egy szebb, egy élhetőbb világot adnánk át, a gyerekek nemzedékének igazából egy sokkal vacakabb világot hoztunk létre, a folyókat megmérgezzük, az erdőket kiírtjuk, ilyen populista szutykot hozunk létre magunk körül, és akkor ugye egy dolog nem volt még, hogy de legalább egy ilyen nagyvilágra szóló háborút ez a generáció nem hozott össze, hát most már sem mondhatjuk el, mert hogy ez is itt van körülöttünk. Na majd erről is beszélünk, mert hiszen a regénynek a második része is még előtte született, mint hogy ilyen háborús világban éljünk. Az első rész az elég nagy siker volt, de aztán a folytatás más elfoglaltságait, könyvkiadói munkáid miatt sokáig váratott magára. Tehát egy akkori 15 éves, akinek szólt, meg akikről szólt, az ma már az egyetemet is befejezte. Szóval a két rész között eltett, ha jól számolom, 8 év, de hát nem a játék idejében, mert a szereplők azok fél évvel lettek, ha jól értem, idősebbek. Ugye akinek ott eltört a lába, annak még mindig gipszbe van a második részben. De közben a világ, ami körülvesz minket, az nagyon sokat változott, és erre is reflektál a regény. Tehát ez hogyan oldottad fel ezt az ellentmondást, hogy a jelenben is játszódik a dolog, de közben fél évvel, a 8 évvel ezelőtti jelenhez. Ugye, az biztos, hogy 2014-ben jelent meg az első, és hát azóta nagyon megváltoztak a történeteink, meg megváltozott a világunk is, és ez a második rész emiatt aztán ez egy más karakterű szöveg lett, azért sokkal nyersebb, ilyen keményebb, direktebb. És ebben a létező világunknak a mindenféle vonatkozásai is már megjelennek, ezért nem okozott problémát a két rész között eltelt idő, mert hogy az elsőben viszont nem nagyon voltak ilyenek, illetve ott inkább ilyen teljesen időtlen, nem tudom, ott az, ami ellen küzdöttek, az egy ilyen ős magyar hagyományőrző csoport volt, abból is egy ilyen nagyon speciális, akik az arvisúrák, milyen regegyűjteményt gondolják a bibliájuknak, és az itt volt 30 évvel ezelőtt is, meg 20 évvel ezelőtt is, mert az annak mindegy. Ebben a mostani részben, ebben ilyen egészen aktuális helyzetek, gondolatok, mondatok is megjelennek. Nem válik egyébként a szöveg
politikussá, illetve abban az értelemben mégiscsak, hogy ezek a gyerekek egyébként így kinevetik a felnőtteket, meg kigúnyolják, meg nem foglalkoznak levelük, meg ahol lehet átverik. És mivel az egyik szereplőnek az apukája egy miniszter, hát ilyen módon tulajdonképpen magát a minisztert is teljesen idiótának nézik. És, tehát ilyen módon megjelenik benne egy ilyen aktuális. És hát mivel abban a világban élünk, amiben a miniszter azon a nyelven beszél, amelyen nyelven mondjuk a kormányinfók megszólalnak. Hát vagy annak egy paródiája, vagy nem is tudom milyen. Kicsit beszéljünk arról, hogy de ez a regénynek, mind a kettőnek az egyik fő háttere, hogy ezek a gyerekek tehetséggondozó iskolába, egy ilyen szuperiskolába járnak, és mindegyiknek van valamilyen kimagasló képessége. Ebből a szempontból van Harry Potter párhuzam, mert hát azok meg ottan varázslók, de pont beszéltünk arról, hogy mégis nagyon más az alapszituáció, hogy itt ők ugye nem született varázslók, hanem van egy tehetségük, és enélkül az iskola nélkül akár el is kalódhatnának, hogyha jól értem. Tehát az kell, hogy ők együtt legyenek ahhoz, hogy ezeket a képességeiket ki tudják használni. Igen, hát ugye miről van szó? Tehát a regény fikciója szerint Észak-Pesten, a Marina parton működik egy ilyen alapítványi magániskola, ahol ilyen nagyon tehetséges gyerekeket kiválogatnak, és úgy nem tudja igazából senki se, hogy miért vannak ők ott, a gyerekek maguk se, meg a szülőknek se igazán mondják meg, és aztán az első történetnek a végére derül ki a gyerekek számára, hogy igazából azért gyűjtötték őket össze, mert ezt a generációs problémát már ez az alapítvány maga is érzékeli, azt, hogy a szülőknek a generációja a világunknak a problémáit nem tudja megoldani semmilyen módon. Megértik ezt, és akkor valamilyen, mégiscsak valami választ szeretnének adni, és ez a válasz az lesz, hogy hát mi ugyan nem tudunk tenni semmit se, hülyék, ostobák, idióták vagyunk, de összeszedjük a tehetséges gyerekeket, és őket majd kiképezzük, mindenfélére megtanítjuk, hogy ők majd bölcsebbek, meg okosabbak, meg hogy jobban csinálják a dolgokat, és akkor a képzés rendszere az arra épül, hogy mindig együtt kell ilyen működniük, meg hogy egy csomó mindent kelljen tudniuk. Tehát, hogy ezek ugye ilyen kincskereső játék, tehát egy ilyen kalandregény, mind a kettő, de hát egy csomó kultúrhistóriai, meg ilyen tudománytörténeti érdekesség, meg nem tudom, mi fenék vannak benne. Mindenféle ilyen feladványokat kell megoldaniuk, miközben rohannak egyik helyről a másikra, illetve akkor tudnak átlépni a következő szintre, mint egy társas játékban, hogyha ezeket megoldják, és ezeknek a feladványoknak a megoldásához részben tudásra van szükségük, részben meg intelligenciára, de kiemelkedő intelligenciára, úgy is hívják ezeket a gyerekeket a történetben, hogy protointelligensek, és mindegyiknek van valami különleges képessége, de az nem ilyen varázslóféle, vagy nem tudom, nem vámpírok, hanem olyan, ami egyébként létezik a való világ, a létező világunkban is. Van egy közöttük, aki egy nagyon érzékeny az ilyen pszichológiai manipulációra, és akkor ő egy ilyen rábeszélő gép, akkor van egy másik, akinek nagyon kifinomultak az érzékei, egy ilyen sentinel típusú figura, hogy nagyon, nagyon jó a hallása, meg nagyon erős, akkor nem tudom, van egy másik, aki egy ilyen Napóleon szindrómás, szóval párhuzamosan nagyon sok dologra tud egyszerre figyelni, ő az irányítójuk, hát ilyenek. Meg van, aki az informatikában erős, van, akinek van küzdősportban jártassága, de nekem azt tűnt fel, hogy különösen értékesek azok a csoporttagok, akik valamiféle bölcsészképességgel rendelkeznek. Ugye ez nem szokott az ilyen szuperhősös történetekben olyan erős szál lenni, tehát a meggyőzés képessége, a múlttal való analitikus viszony, vagy ilyesmik, ezek fontosak. Azt hiszem, hogy ezek neked is fontosak egyébként. Meg azt érzékelem különben, és ezt így a gyerekeimbe is így próbálom beleültetni, főleg a nagyobbikba, a kicsi az megkapja 0-24-ben, de a nagyobbikba így próbálom beleültetni, hogy jövünk valahonnan, és hogy egy csomó problémát, amivel mi találkozunk, azzal igazából már találkoztak korábban, és arról már születtek válaszok, de ahhoz viszont azt el kell olvasni a kultúrtörténetnek a megképződött műveit, és hogy az egy nagyon fontos dolog mindenféle egyébként nem bölcsész dologban, hogy ezeket ismerjük. És, tehát ilyen szempontból ez a rész, ez egy picit egy ilyen didaktikus dolog is, meg hát ez nekem otthonos, mint közeg nyilván azért is, hogy ez része az én saját világlátásomnak, és ezért aztán olyan figurákat találtam ki, akiknek meg szintén fontos. Feltűnt nekem a két rész közötti különbségek között, hogy
valami történt a mesterséges intelligenciával, vagy az ahhoz való viszonyoddal a két rész között. Ugye kiderült, hogy a fikció szerint azt az egész iskolát bizonyos értelemben egy mesterséges intelligencia irányítja, ő az igazgatónő, akinek nincs is teste, hanem csak ilyen kivetítőkön jelenik meg. Na de itt kiderül, hogy spoiler nélkül, hogy picike spoilerrel, hogy ő mégiscsak egy ember. Tehát visszahumanizáltad a dolgot, ez attól van, hogy egyre többet foglalkozunk a mesterséges intelligenciának a negatív arcával? Vagy ez egy ennek más oka van? Ugye ez az Anyahita nevű szereplő, aki ennek az iskolának az igazgatója, és akinek a neve a zoroasztrikus hagyományból jön, egy ilyen perzsa istenségnek a neve, aki egyébként az Arvisúrákban is a fő istenség, meg ezek az ilyen ős-magyar hagyományőrzők azt gondolják, hogy az volt az ősi vallásunknak a fő istensége. Ugye ezt valójában nem tudjuk, semmit nem tudunk arról, hogy milyen vallása volt ezeknek az ős-magyaroknak. És akkor tehát, hogy ez egy olyan figura, aki gondolkodik, érzelmei vannak, de nincsen teste. És akkor ezt gondoltam tovább, és hát ugye ebben a második részben úgy kiderül, hogy azért nem úgy ember, mint az összes többi ember, mert hogy ez egy ő valójában, hát a modellje Lányi András professzor volt, valójában egy ökológus professzor, aki így kómában fekszik már nem tudom mióta, és csak az agyhullámain keresztül érintkezik a világgal, tehát hogy Anyahita, ebben a másik részben kiderül, hogy így volt ember, de igazából mégse tud átmenni a szomszéd szobába, vagy nem tudom. Igen, de azért szerintem egy minőségi különbség, mint hogyha elvesztetted volna a hitedet abban, hogy pusztán a racionalitás, a mesterséges intelligencia az valami megoldást fog nyújtani. Hát az is lehet, hogy az a 8 év, amit eltöltöttem az Amazonnak, meg a Googlenak a mesterséges intelligencia applikációit használva, az meggyőzött arról, hogy hát ez nem jutott eszembe. Tehát ezt nem tudom megmondani, ez nem egy szándékos váltás volt. Mondom, az biztos, hogy ez a létezik, mint gondolkodó, érző lény, de nincs teste, ugye ez az, valamilyen módon ez az istenség fogalmunkhoz is kapcsolódik, és akkor ezt próbáltam így tovább gondolni, mondjuk még egyel abszurd. Nem akarok ezen nagyon rugózni, de ugye készítettél egy trailer videót ehhez a második részhez, ahol szintén megjelenik a mesterséges intelligencia. Egy ilyen programot is használtál hozzá, ami nagyon izgalmas, de az derül ki belőle, hogy valójában a mesterséges intelligencia hazudik nekünk, hiszen elmond valamit, hogy nincs itt semmi baj, és aztán végén látjuk, hogy értelmezi is a helyzetet, meg félre is akar vezetni, tehát egy kicsit olyan félelmetes. Igen, ugye ezek azért nem valódi mesterséges intelligencia alkalmazások ma még, tehát amit ebben a trailerben, ugye ez egy számítógép által megalkotott karakter, ezek ugye ilyen utasításfüggetlen botok, ilyen robotok, de nem abban az értelemben, ahogy mondjuk Asimovnak a regényeiben, mert például ez, amit elmondott a trailerben, hát az egy szkript alapja, azt én írtam meg azt történetet, azért hazudik, mert én kitaláltam, hogy hazudjon. Ma még azért nem tudnak ezek emberként viselkedni, ugye nem hogy gondolkodni, nem, tehát hogy gondolkodni sem, de érezni meg pláne nem tudnak. Úgyhogy, de a regényben azért van ilyen, ott ilyen lehetséges, mint hogy a Holdon is lehetséges állam egy ifjúsági regényben. Az első résznél nagyon sok olyan olvasói visszajelzést találtam, hogy annak azt élvezik az olvasók, hogy föl lehet ismerni budapesti helyszíneket, tehát bizonyos értelemben végig lehet játszani akár a sztorit. Itt viszont van egy balatoni helyszín is, de aztán utána mindenhol játszódik a dolog. Ilyenkor elmész, végigjárod a helyszíneket, vagy teljesen mindegy, tulajdonképpen leteszed egy pontra, és akkor ott van, és kész. Az első résznél ott keresték Attilának a városát, a gyerekek, ezt a Szikambria nevű, ugye az ős Budát, és azt nekem először ki kellett találnom, hogy az hol legyen. Hol legyen a mi világunkban. És hát ott végig kellett egyrészt járnom, és akkor Budakalászon így
kitaláltam, hogy ott a kőbányánál ott van, az egy olyan kalandos helyszín, és akkor oda kimentünk a kisebbi gyerekemnek az anyukájával, és képzeld, hogy tényleg vannak ott ilyen romok, de ilyen nagyon régi romok, félig a földben, hát nyilván nem Attila városának a romjai, de valami van. Ennél a másodiknál, ennél nem volt ilyesmi, hanem olyan helyszíneket választottam, ugye volt egy dramaturgiai vász, tudtam, hogy mit fognak csinálni, honnan, hová mennek, de hogy pontosan mik legyenek a helyszínek, ahhoz meg olyanokat választottam, amiket én nagyon jól ismerek. És ez azért kellett, hogy én ott magabiztos legyek ebben a környezetben, ne arra kelljen figyelnem, hogy jobbra-balra lépek egyet, akkor leesek a pallóról, azért, hogy én arra tudjak figyelni, hogy például mit beszélnek. Például a magas fal Balatonon. Igen. Tehát ezeket olyanokat választottam, amit nagyon-nagyon jól ismerek, és ez azért is fontos volt egy praktikus dolog miatt is, mert tudtam, hogy körülbelül 2 hetem lesz arra, hogy befejezzem a szöveget, és körülbelül 2/3-át 2 hét alatt kellett, vagy nem egészen 2 hét alatt megírnom. Ezért aztán az fontos volt, hogy ne ilyen helyszínismereti kérdések ne akadályozzanak, úgyhogy olyan helyszíneket választottam, amit jól ismerek, és ezek sok esetben ilyen szokatlan dolgok van, például az Ócsai úton egy hatalmas ilyen raktárbázis, egy kisebb város, ott nem szokott egyébként mondjuk ilyen szerzők nem járkálnak oda, de én azt ismertem, mert ott dolgoztam egy évig, az egyik könyvescégnek, amit vezettem, ott volt egy hatalmas ilyen raktár szelvénye, és akkor oda tudtam vinni egy jelenetsort, meg az összes többi helyszínt is a második részben ismertem. Az első rész miért a tói, főleg blogok, meg maguk az ifjúsági olvasók, mondjuk a Dan Brown könyvekhez, vagy akár a Eco Fukuingójának az ifjúsági verzióját hoz hasonlították, vagy azt mondták, hogy itt valami ilyesmiről van szó, mert van benne titkos társaság, ezoterikus praktikák, de közben nagyon erősen mai világproblémákra is reflektált már az első rész is, de itt aztán, ahogy beszéltünk is róla, végképp klímakatasztrófa, menekült kérdés, politikai populizmus, minden előkerül, olvasható ez valamiféle ilyen politikai disztópiaként is? Abban az értelemben igen, hogy ugye mondtam, hogy az első részben ugye az volt a gondolat, hogy már nem a jó és a rossz küzd egymással, itt meg az volt ez a fő gondolat, ami egyben a félelmem is, hogy a mi gyerekeinknek a generációja nem fogja tovább építeni azt a világot. Tehát, hogy nekik konkrétan így elegük van belőle, és abból, amit mi tettünk a világgal, és valamit teljesen mást építenek a helyére, tehát hogy egy ilyen szakadás, egy törés jön a fejlődésben, és ez a történet tulajdonképpen azt meséli el, ahogyan eljutnak addig, hogy szembefordulnak a szülőkkel, és azt mondják nekik, hogy nem fogjuk követni azt, amit ugye ott hagyják őket, és hogy csak a saját morális parancsaiknak engedelmeskednek, semmi másnak. Tehát ilyen értelemben, hogyha az egy politikai disztópiának tekintető, hogy szerintem a gyerekeinknek a generációja nem fogja tovább értetni ezt a társadalmi rendet, amiben élünk magát, akkor politikai disztópia. Van egy bizonyos értelemben egy ilyen összefoglaló, rezonőri mondatként is felfogható, vagy mondatcsokorként felfogható rész, amit fel is olvasok, amit ugye a mesterséges intelligencia mond, hogy az erőszakot erőszakkal megállítani nem lehet, mert akkor nincs megállítva, és nektek pláne nem szabad ennek az indulatnak engednetek, mert soknak fájdalmat okozni, ezen az áron nem lehet igazságot venni, ilyen nincs. Ezt egy háború kitörése után is így gondolod? Persze. Mindenképpen. Ugye itt arról van szó, hogy miközben keresik a saját igazságukat, tehát mihet az egyik társuk, aki eltűnik, vagy elviszik, őt találják meg. Tehát itt ez a történet abban az értelemben kincskereső játék, hogy a kincs, amit keresnek, az egyik társuk. És közben olyan dolgokat tesznek, bántanak is több esetben másokat, amiről a mesterséges intelligencia azonnal felismeri, hogy ez el fogja torzítani az ő lelküket. Na most, de ez egy más dolog, mint az a fajta háború, ami most itt van körülöttünk, amikor ugye az egyik fél az próbálja megvédeni a hazáját, meg a tehát házait. Tehát erőszakra válaszol bizonyos értelemben. Hát a világos, tehát egy hódító háborúval szemben a pacifizmus az érvénytelen.
ők nem ebben a helyzetben vannak, tehát valószínűleg, hogyha egy ilyen háborús helyzetbe vittem volna őket, akkor a anyahita sem mondja nekik, hogy akkor adjátok meg magatokat, hiszen hogyha mondjuk ezt csinálta volna a világ, akkor ma az egész világ egy náci birodalom lenne, tehát hogy ez így nem jó megoldás, miközben egyébként körülöttünk vannak azért olyanok, akik ezt a választ adják ma is, hogy igen. Hát igazából le kéne tenni a fegyvert, és elfogadni, hogy így alakult. Hát azt tudjuk, hogy ennek ugye akkor nincsen vége. Néhány nappal ezelőtt a három számomra nagyon fontos gondolkodó, a Timothy Snyder, meg az Anne Applebaum és a Harari beszélgettek a háborúról, és azt mondta a Harari, aki nekem egy nagyon, nagyon fontos ilyen referencia személy számomra, azt mondta Harari, hogy itt ennek az a tétje, ennek az egésznek, hogyha ha Putyin akarata érvényesül, akkor nem csak Oroszországot és Ukrajnát, hanem az egész civilizációt visszaviszi a dzsungelbe. Visszaviszi egy olyan helyzetbe, amikor az elfogadható és itt tolerálható, hogyha erősebb vagy és nagyobb vagy, akkor oda megy a másik, az fejbe vágod és elveszed, ami az övé. Ugye ez a hiperkapitalizmus alapú ilyen nagyon modern társadalmunk azért az arra a gondolatra épül, hogy ilyet nem lehet csinálni. Miért nem? Egyszerűen azért, mert történelmi tapasztalatok vannak azzal kapcsolatban, hogy ez milyen nagyon sok szenvedést okoz. Szóval, hogy egy ilyen helyzetben, amikor nem tudom, valaki oda jön hozzád, és megpróbálja mindenkit megölni, meg a házat lerombolni, akkor arra szerintem nem megfelelő válasz az a fajta ilyen konzumpacifizmus, hogy ja, hát egyébként nem szabad senkit bántani. Azért is kérdeztem ezt, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, meg azért, mert van egy, a legvégén kinyitod a lehetőséget, hogy merre fog tovább fejlődni ez a trilógia, vagy regény sorozat, hogy ott megjelenik a világjárványnak a gondolatai, Wuhanhoz nagyon hasonló nevű városban valami fog majd történni, de hát közben azóta a személyes tapasztalatunk is az, hogy volt egy háború is, tehát ezek meg fognak jelenni, tudod már, hogy miről fog szólni a következő rész, és kell-e várni rá 8 évet megint? Remélem, hogy nem kell rá várni 8 évet, a fele az megvan, és még a háború kitörése előtt már a felét megírtam, az 5 évvel kis, tehát az már a jövőben játszódik, mondjuk a közeli jövőben, amikor ezek a gyerekek már elvégezték az iskolát, és fiatal felnőttek lettek, és annak a történetnek a bevezetőjében van egy ilyen távoli konfliktus, ami nem része a cselekménynek, de valahogy ez adja a keretet, és az a távoli konfliktus egyébként az, hogy nincs víz már Európában kellő mennyiségben, és a Balti-tenger körül van ez tényleg létezik, egy ilyen öntözési társulás, aminek az a elgondolás az alapja, hogy a Balti-tenger az nem olyan sós, nem annyira sós, mint a világtengerek, egész enyhén sós, csak inkább brakvíz, tehát ilyen félig sós, félig édesvíz, és ráadásul a világtengerekhez csak a három dán nagyon sekélyszoros köti, és hát van egy ilyen, ez egy tudományos utópia, de ezt egyébként ez egy létező elgondolás, hogyha elzárjuk a három dán szorost, akkor 15 év alatt a Balti-tenger az édesvízzé válik, egy édesvízbázissá, és abban a történetben ez megtörténik. Elzárják, és elkezd édesvízzé válni a Balti-tenger a beléömlő folyók miatt, ám de az oroszok rögtön mondják, hogy ez akkor mostantól az övék, és hogyha nem engedik ki őket a Balti-tengerről a világrészé, akkor indítják a rakétákat, vagy nem tudom. Tehát, hogy nyilván ugye ezt azért nagyon régóta lehet már körülöttünk látni, hogy ugye miről van szó, arról, hogy az egész nyugati civilizáció hihetetlenül bepánikolt az átalakuló természettől, és attól, nem csak a klímaváltozástól magától, hanem attól, hogy azt lehetett látni, hogy senki nem tud jó válaszokat adni rá, mert hogy nagyon fájdalmas dolgokat kellene ahhoz tenni, hogy ezt meg, és mindenki azon ügyködött, hogy ezt erre valahogy mégis legyen megoldás, legyenek valami válaszok, és közben arra senki nem figyelt, hogy itt a szomszédban egy olyan típusú zsarnok nőtt ki, aki nem csak a saját országen belül, hanem az egész világot így fenyegeti, és hát ugye most már konkrétan meg is félemlíti mindenféle módon naponta. Ez egy nagyon nyomasztó gondolat, hogy ennyire vakok voltunk így
Hogy ne csak a nagyon nyomasztó gondolatokkal zárjuk be ezt a beszélgetést. Nekem nagyon sok örömet okozott az a tény, hogy szerkesztesz egy különleges könyvsorozatot, ami egy spanyol könyvsorozat, és Magyarországon ennek a fordítása jelenik meg, majd elmondott, hogy ez egy nagyon különleges körülmények között, a világ filozófusai sorozat, és az a helyzet, hogy ez egy hatalmas siker lett. Tehát olyan példányszámokba kelnek el filozófusokról szóló könyvek, amit megmondom, szerintem én nem gondoltam volna, pedig az én antropológiai optimizmusom töretlen. Szóval miről van szó pontosan, és mikről fogunk olvasni ezekben a könyvekben? Ez a könyvsorozat egy spanyol kiadó, az Emse Publishing, és a Lírának, a magyar Lírának a közös gondozásában jelenik meg Magyarországon. De egyébként ez az Emse Publishing a világon már vagy 10-12 piacon ezt indította, ezt a könyvsorozatot. Összesen 60 része lehet, vagy annyi van ennek a sorozatnak, minden rész egy-egy nagy gondolkodónak az életét és a munkásságát dolgozza fel, mindegyik könyv 144 oldal, mindegyik ilyen B5-ös táblakönyv formátum. Nagyon jók a szövegek, ezek nem filozófusoknak íródtak, hanem olyan a filozófia iránt érdeklődő, de egyébként nem szakmabelieknek, akik nyitottak ezekre a kérdésekre. Egyetemi filozófusok írták minden rész, szóval szakemberek készítették. Ez ilyen szabad egyetem színvonalú, kifejezetten jó igen, szintű könyvek. Arra nagyon figyeltek a szerzők is, meg mi is a fordításnál, hogy a terminológiát olyan módon jelenítsük meg, hogy ez képes legyen olyan is befogadni, aki nem szakképzett a filozófia területén. Ez egyébként mondjuk egy Hegelnél ez megoldható, meg az összes idealistánál ez megoldható. De mondjuk már Hannah Arendtnél azért egy kicsit nehezebb volt, de ezt ezzel megküzdünk, és az első rész az már kapható az újságos tárgyakon. Első kettő. Platon és Nietzsche van. Most került a második, igen. Két hetente váltják egymást, és egy 10 nap alatt közel 20 ezer példányt elvittek a Platonból. Az, hogy Platonról szóló filozófiai könyvet, amit egyébként kifejezetten magas színvonalú ismeretterjesztés, ezt Magyarországon 20 ezer példányban megvesznek újságosnál, hát ez nekem elképesztő hír, meg az optimizmusomat visszahozza. Szeretném azt hinni különben, hogy ez azt is jelenti, hogy a világnak szüksége van a bölcsekre. Tehát, hogy történik velünk, és ez miért, ezt én egyébként így belátom, hogy miért, mert ugye ma már nem tudjuk megmondani, hogy mi a valóság, és mi a kitalált. Minden olyan kuszabb, zavaros körülmény, és nagyon nehezen értelmezzük azt, hogy mi történik velünk. De azzal kapcsolatban, hogy mi történik velünk, hogy kik vagyunk, hogy mi a jó, és mi a rossz, egy csomó ember egy csomó okos dolgot már kigondolt, és ezek a könyvek ezeket így összeszedik érthető módon, és hát én szeretném hinni, hogy azért van ekkora sikere, mert hogy a bölcs emberek bölcs gondolataira arra újra szükség lesz. Akkor is, hogyha filozófusok meg, akkor is, hogyha írók vagy ifjúsági regényeket írnak. Még annyit ehhez hozzátennék, hogy miután a újságárusoktól kikerültek ezek a könyvek, azok nem remittendák lesznek, hanem a könyvesboltokban meg lehet őket vásárolni, tehát akinek nincs módja vagy ideje egy újságoshoz vagy benzinkúti újságárusító helyre elmenni, azután, ha kellő türelme van néhány hét, akkor megveheti a könyvesboltokban. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bár egy ifjúsági regény örvén beszélgettünk, de azért nagyon fontos témák azon kívül is szóba estek, de hát az igazán fontos, hogy megjelent ez a könyv, és minden 15, 16 és 115 évesnek javaslom, hogy vegye a kezébe a könyvedet.